az óceán mélyén, és a sivatagban kutatnak. A talaj kiválóan alkalmas volt a munkához. Elveszett kincseket és elrejtett értékeket találnak. A legnagyobb lelet a régészet történetében. Tartsanak velünk az arany, ezüst és értékes kincsek nyomában. Még hasonlót sem találtak addig az új világban. Következzék tehát a 10 legmesésebb kincs. A 10 legmesésebb kincs. Rengeteg történet szól a kincskeresőkről. A világ leggazdagabb raktárának is nevezték. Néha királyok és királynők ékszereiről, máskor egy életen át tartó kutatás gyümölcséről van szó. Már azon kezdtem gondolkozni, rátalálunk-e valaha. Ráadásul a legnagyobb kincseket őrzik, gyakran elrejtik, és sokszor az idő homokja is befedi őket. Filmünket gyémántokkal teli szobákkal, aranyrögökkel és páncéltermekkel kezdjük. Olyan, mintha Alibaba barlangjába lépnénk, az ember nem akar hinni a szemének. Az orosz állami gyémánt alap. Oroszországot egész történelme során a titokzatosság ködelengte körül. Az ország legféltettebb titkai a Kreml mélyén rejtőznek. A Kreml oroszul erődöt jelent. Nevének hallatán az embereknek az ország politikai és talán kulturális központja jut az eszükbe. És nem is sejtik, hogy ez a világ egyik legnagyobb kincstára. Az erőd hadtörténeti múzeumában fegyveres katonák őriznek egy csodálatos kincsgyűjteményt, az orosz állami gyémánt alapot. Leírhatatlan érzés bemenni ezekbe a termekbe. Lófej nagyságú aranyrögök, egy sok ezer gyémánttal kirakott korona, tiarák, karperecek, nyakláncok, fülbevalók. A gyémánt alapot 1719-ben hozta létre Nagy Péter cár, és elrendelte, hogy minden őt követő uralkodónak kötelessége gyarapítani a csillogó gyűjteményt. A következő 200 évben hatalmas mennyiségű arany és drágakő halmozódott itt fel. Méret tekintetében talán azt a meltőt érdemes megemlíteni, amelyet a világ egyik legnagyobb, 252 karátos zafírja díszíti. Második Sándor cár ajándékozta a feleségének. A Cézár Rubint pedig Nagy Katalin szerezte a 18. században. Ő volt a birodalom egyik legfontosabb uralkodója. Senki sem rajongott annyira a drága kövekért, mint a cárnő. Ő előtte minden koronázáshoz új jogart és új koronát készítettek. Ám Katalin gyémántos nagy koronája után már nem is próbálkoztak ezzel. Ezt a darabot lehetetlen túlszárnyalni. A cárnő káprázatos gyűjteményét a Szentpétervári téli palotában egy titkos teremben őrizték. Amikor 1914-ben kitört az első világháború, a cári család az esetleges német inváziótól tartva Moszkvába, a Kremlbe szállítatta a gyűjteményt, ahol azt ládákba csomagolva tartották egészen a forradalomig. Sokáig senki sem tudta, hová tűntek. A kincseket csak 1922-ben fedezték fel újra. Az orosz gazdaság ekkor súlyos nehézségekkel küzdött. Az orosz polgárháború után a szovjet kormány adósságai olyan hatalmasra duzzadtak, hogy kénytelen volt egyes értékeit eladni, csak hogy élelmezni tudja a népet. A cári kincsek háromnegyede is erre a sorsra jutott. A megmaradt negyed részt raktárakban helyezték el, amíg Szibériában új gyémánt lelőhelyre nem bukkantak. Azóta sok millió karát, sok százmilliárd dollár értékű gyémántot termeltek ki. A kincseket először 1967-ben állították ki, de akkor a diplomatákon és külföldi látogatókon kívül szinte senki sem nézhette meg. 1997-ben aztán a Romanovok értékei amerikai turnéra indultak. Ez volt az első eset, hogy a Kreml kincseit kiengedték Oroszországból. Bevallom, még soha nem láttam ehhez fogható kiállítást. Az itt megtekinthető tárgyak művészi kivitelezése és szépsége egyszerűen káprázatos.
A Kremlben őrzött kincsek minden szempontból igen fontosak. Oroszország legnagyobb értékének tekinthetők, és a világ legmesésebb kincsei között is ott a helyük. Szépsége és történelmi jelentősége miatt az orosz állami gyémántalap nyitja meg 10-es listánkat. A 9. helyezettünk láthatatlan, illetve elrejtett volt. Senki sem tudta, hogy ott van. A kincs a föld alatt volt. A Huxn lelet. Suffolk megye egyik kicsiny falucskája. A Krisztus utáni első században a római megszállás idején ezt a környéket Huxnnak nevezték. Britannia távoli tartomány volt, a birodalom legészakibb részén terült el. Ugorjunk előre 1994-ig, amikor egy angol gazda útnak indult otthonából kedvenc eszközével, egy fémkeresővel. Azt hiszem, Erik egy kalapácsot keresett, ám a kalapács helyett római érméket talált. Ekkor fogta magát és kiásta a lelet egy részét. Ezután olyasmit tett, amit rajta kívül csak kevesen cselekednek. Értesítette a helyi hatóságokat arról, hogy mit talált. Ebben az országban egyébként ezt írja elő a törvény arra az esetre, ha valaki kincsre bukkanna. Még aznap értesítettek minket, amikor Erik rálelt a kincsre. A saját udvarában fogadott, és a kocsijában egy zsák hevert tele érmékkel. Azt mondta, szerinte még ennél is több érme van a talajban. Ez azért különleges, mert még soha nem állt módunkban feltárni érintetlen kincsleletet. Jude Pluvet régész és ásatási csapata hozzálátott a római kincsek óvatos, módszeres feltárásához. Összesen 16 ezer érmét találtunk, továbbá mintegy 100 ezüst kanalat, aranykarkötőket és ékszereket. Egy teljes napig tartott, mire mindent kiemeltünk, úgyhogy meg se váltunk ebédelni. Miután megállapították, hogy a Huxn lelet az Angliában valaha talált legnagyobb kincsek egyike, mindenkit az foglalkoztatott, ki fog hasznot húzni a rómaiak értékeiből. A megtalálót a lelet piaci értéke illeti meg, feltéve, ha azt szabályosan bejelentette. Azzal, hogy nem túrta fel a lelőhelyet és bejelentette a leletet, az óvatos gazdát igencsak szép summa illette meg. Ebben az esetben a British Múzeumnak 1,25 millió fontot kellett fizetnie jutalomként, hogy megkaphassa a kincset. Ezután szakértők láttak munkához, hogy megfejtsék a Huxn lelet titkát. Az egyik legkiemelkedőbb darab egy 250 grammos arany testlánc. Ez bármely korban igen sokat ért volna. Előkerült egyebek közt csak nem 100 színezüst kanál, néhány aranykarkötő és szobor, valamint 4 különleges fűszertartó is, de a kincs zömét a csak nem 16 ezer római pénzérme teszi ki. Mintegy 600 darab aranypénz volt, a többi pedig ezüst. Ez minden idők legnagyobb ilyen lelete, nem csak Nagy-Britanniában, hanem az egykori római birodalom egész területén. Ám az eddig elvégzett vizsgálatok semmit sem derítettek ki a kincs tulajdonosáról, vagy arról, hogy miért ásta el és hagyta magára értékeit. Gyakorlatilag lehetetlen megállapítani, hogy kik voltak a tulajdonosok. Azt leszámítva, hogy nyilván igen gazdagok lehettek. Ám a tulajdonosok névtelensége nem csökkenti a felbecsülhetetlen értékű lelet fontosságát. Nem túlzás, hogy ez az utóbbi években előkerült egyik legnagyobb kincslelet. Egy valami biztos. A római kori kincsek megtalálása alaposan meg fogja növelni a fémkeresők iránti keresletet Suffolk megyében. Nagysága és ritkasága alapján a Huxn lelet megérdemelten kerül fel listánk 9. helyére. Most pedig lássuk a 8. helyezettet, egy férfi találkozását egy piramis kincseivel, ám nem Egyiptomban, hanem Peruban. A sír tartalma a legvadabb álmait is felülmúlta. A Szipani sírok. Jóval azelőtt, hogy Kolumbusz felfedezte volna az új világot, a Szipán néven ismert területen a mosék ősi törzse uralkodott. Titokzatos civilizációjuk rég elfeledett emlékeire csak nem rég leltek rá itt, Peru északi részén.
Peruban rengeteg a régészeti lelőhely. Akárhová megy is az ember, szinte biztos, hogy ősi romokra bukkan. Így aztán az sem keltett különösebb feltűnést, amikor 1987-ben néhány szipani földműves ráakadt egy mosé sírra. A sírok felfedezése után azonnal megkezdődött a lelőhelyek kifosztása, márpedig volt mit elvinni. Miután a rendőrség lezárta a környéket, értesítették Walter Alva régészt, aki azonnal felismerte a lelet jelentőségét. Ezek a sáros domboknak látszó képződmények valójában csonkapiramisok, amelyeket lekoptatott az idő és az időjárás. A mosé istenek tiszteletére a királyok temetkezési helyeként épültek. A csaknem 30 méter magas és több mint 100 méter átmérőjű vályogépítmények a ma Szipán urai néven ismert mosé királyok földi maradványait és kincseit őrzik. Ám amikor Alva doktor megkezdte a kutatást, a helybéliek fagyos fogadtatásban részesítették. Idegent láttak benne, aki csak azért jött, hogy megfossza őket a kincseiktől, és ezért nagyon dühösek voltak rá. Ő és egy diákja, az asszisztense a helyszínen aludtak, töltött fegyverrel, mert veszélyben volt az életük. Ennek ellenére eltökélték, hogy több kincset már nem engednek át a sírrablóknak. Először is biztosítania kellett a helyszínt, hogy se emberek, se állatok ne járhassanak arra. Ezután hozzálátott az általa szükségesnek ítélt nagyságú terület feltárásához. Hetekig tartó kitartó ásás eredményeként Alva elérte az ősi uralkodók egyikének sírkamráját. Rögtön tudta, hogy megütötte az 1700 éves főnyereményt. Hogy mennyi lenne az aranymai piaci értéke? 5 millió, 10 millió dollár, vagy még több? De ebben az esetben a leletek műalkotásként még többet érnek. Sok száz műtárgyat állítottak vissza eredeti szépségében, a legnagyobb aranymedáloktól kezdve a legapróbb, finom kidolgozású ékszerekig. Nem vitás, hogy a szipani sírokban talált leletek lenyűgöző kincsnek számítanak. Ami az anyagi értékét illeti, még soha nem találtak ehhez hasonlót az új világban. A perui aranykor emlékeinek feltárásáért dr. Alva és a szipani sírok a 8. helyet érdemlik ki listánkon. Most pedig emelkedjünk a magasba egy olyan férfival, akinek kincsei az égből hullottak alá. Ugyanannyit ér, mint az arany vagy bármely más kincs. Egy rejtett írországi barlangban pedig a véres viking múltból származó tárgyakra bukkantak. Még 1100 év távolából is megérinti az ember szívét. És maradjanak velünk, hogy kiderüljön, milyen kincs érdemelte ki az első helyezést. Folytatjuk a 10 legmesésebb kincset számba vevő visszaszámlálásunkat. A 7. helyezett nagyon régi, az idők kezdetéről származik. Még nem voltak bolygók, akkor kezdett kialakulni a naprendszer. Kozmikus kincsek. Hősünk Amerika szívében élő egyszerű ember. Ám ez a mindennapinak tűnő férfi egészen rendkívüli foglalkozást űz. Robert Hague-nek hívnak, 43 éves vagyok, és az űrből származó kincseket keresek. Igen, jól hallották, az űrből származó kincseket. Tudják, a hulló csillagok, azaz a meteoritok igazi kincsek, űrkincsek. Ha valaki egy jó kis darabot talál, az ugyanannyit ér, mint az arany vagy bármely más kincs. Képzeljék csak el, Hague már majdnem 20 éve gyűjtögeti földön kívüli vagyonát. Azt hiszem, hogy ez a meteorit gyűjtemény nagyjából 25 millió dollárt ér. De mi teszi ezeket az égből érkező köveket olyan értékessé? A gyűjtők többségét a meteoritok ritkasága hozza lázba. Mivel a meteoritesők valóban ritkák, a gyűjtőknek ugrásra készen kell állniuk. Hallottam egy új nyugat-afrikai meteorit hullásról. Rögtön megvettem a jegyeket, és már másnap reggel odarepültem.
24 órás repülőút és a Nyugat-Afrika földútjain megtett kisebb szafári végén Hég egy kis faluba érkezett. Végre megérkeztünk a faluba, ahol a meteorit lezuhant, és rögtön gyülekezni kezdtek körülöttünk a gyerekek. Megmondtuk nekik, hogy ha ilyen köveket hoznak, sok pénzt fizetünk értük. Nem telt bele sok idő, és már hozták is az apró meteorit darabokat, mi pedig készpénzben fizettünk nekik. Ezzel az új afrikai meteorittal gazdagíthatta gyűjteményét. Elsőként kell odaérni, az első szerzi meg a javát. Hég mindig új kincsek után kutat, még arizonai otthona közelében is. Az elmúlt 10-12 évben nagyon sok meteoritot találtak a sivatagokban. A férfit a fárasztó kutatásban egyik repülőszerkezete segíti. A motoros siklóernyő. Óránként 40 kilométeres sebességgel 40-50 méter magasan repül. Azokat a helyeket keressük, ahol hirtelen megváltozik a felszín. Itt van esély nagy leletre, már pedig az nagy pénzt is jelent. Ha olyasmit látunk, ami kráter vagy kődarab lehet, akkor alacsonyabbról is megnézzük. Az ott jó helynek tűnik. Azon az oldalon már voltunk. Bár a siklóernyős kutatás nagyon biztonságos, a földi munkáról már nem mindig mondható el ugyanez. Hű, nézzétek azt a kígyót! Ez igen, biztosan a sokat érő meteoritot őrzi. Viszlát, haver! A minden itt de szép nagy példány! Miután átvészelték a helybeli csúszómászóval való találkozást, Hég és társa Mark fémkeresőkkel kutat a kozmikus főnyeremény után. Nagyon ügyes kis szerkezet, és sokat lehet vele keresni. Az aprólékos minden négyzetcentiméterre kiterjedő kutatás közben Hég pénzkereső eszköze ígéretes sípolást hallat. Nem is tudom, ássunk egy kicsit. Mark, gyere, ezt nézd meg! Ah, minden itt! Ez ám a meteorit. Ez a legszebb darab, amit errefelé találtunk. Olyan, mint egy kis bunkó, vagy nem is tudom mi. Gyönyörű. Úgy 4-4,5 kiló lehet, és mivel kilója kb. 2500 dollárt ér, elég jó fogás. A csillagközi zsákmány utáni kitartó kutatásáért és a szó szerint földön kívüli kincsek összegyűjtéséért Robert Hague meteorit gyűjteménye a 7. helyet érdemli ki listánkon. A 6. helyre egy szörnyű mészárlás helyszínén talált viking kincs került. Kísérteties érzés ott állni, ahol valami borzalmas dolog történt. A Dunmore barlang. Írország festői zöld lankái egyszerű életmódot sugallnak. A gazdák és a juhok békésen éldegélnek itt. Ám mélyen a nyugalmas táj alatt a sötétségben időtlen kincs rejtőzött. Itt van a ma már nemzeti emlékhelyként működő Dunmore barlang bejárata. Dr. Viktor Buckley régész az írországi Norskilkenyben dolgozik. Ő foglalkozik a környéken előkerülő régészeti leletekkel, és sokat tanulmányozta már a lelőhely véres múltját. Egy alkalommal a vikingek itt sok száz ártatlan írparasztot mészároltak le. Képzeljék csak el, hogy 928-ban, vagyis majdnem 1100 évvel ezelőtt emberek rejtőztek a barlangokban, és az életükért reszkedtek. Amint azt a szájhagyomány alapján tudjuk, csaknem ezren nem alaptalanul féltek. Manapság a barlang vérszomjas vikingek helyett már csak kíváncsi turistákat vonz. John McInerney túravezető kalauzolja őket a titokzatos katakombákban.
1999-ben, miközben a látogatók után takarított, McInerney a barlangnak olyan részébe tévedt, ahol addig soha nem járt. A turista szezon végén jártunk itt a barlangnál, és a téli zárásra készülöttünk. Az én feladatom az volt, hogy körbejárjak és összeszedjem a szemetet a félreeső zugokból. Mivel rajtam volt a sisakom, a lámpa mindig odavilágított, ahová a fejemet fordítottam, nem úgy, mintha zseblámpával mentem volna. Megfordultam, a fénysugár bevilágított egy hasadékba, és valami zöldet láttam ott. Amikor John megnézte, mi az, nem szemétdarabot, hanem egy patinával vastagon bevont ezüst karkötőt pillantott meg. Benyúltam, kivettem a karkötőt, és amikor rájöttem, mi az, megnéztem, találok-e mást is. És láss csodát, összesen 51 darabot szedtem ki onnan. A történészek szerint a középkori mészárlás során valaki a szűk repedés mélyére rejtette értékeit, és azok ott is maradtak a sötét, nyírkos barlangban, egészen mostanáig. Noha az ezüst nemes fém, a barlangi környezettel való érintkezés 1100 év alatt vastag patina réteget alakított ki a tárgyakon. A lelet történelmi jelentősége miatt Buckley doktor azonnal értesítette a Dublini Nemzeti Múzeumot. A felfedezés után a múzeum szakemberei rögtön a helyszínre siettek. Összegyűjtöttük az anyagot és behoztuk ide az épületbe. Az ezüstdíszek között olyanok is akadnak, amelyekhez eddig még csak hasonlót sem találtak. A kincsek eredeti szépségét helyreállító munkát Rolly Reed és Lucia Harnett restaurátor vezeti. Nagyon izgalmas kincsleleteket restaurálni, megvizsgálni és megtisztítani őket, és tudni, hogy 1000 év óta mi vagyunk az elsők, akik alaposabban szemügyre vehetjük e tárgyakat. A barlangból előkerült lelet között vannak pénzérmék, ékszerek és finom ezüstdrótból készített díszek. Ez egy egészen kivételes lelet. Különösen azok miatt az ezüstdíszek miatt fontos, amelyekhez hasonlót eddig nem csak Írországban, de még a viking világ más részein sem találtak. Ezért olyan izgalmas az egész. Valószínűleg nyugodtan nevezhető kincsnek, akkora gazdagságot fejez ki. Még 1100 év távolságából is megérinti az ember szívét. A kegyetlen harcban odaveszett szerencsétlenek, valamint az életük során megtakarított vagyon emlékére a Dunmore barlang kincsei foglalhatják el listánk 6. helyét. Az anya természet elsüllyedt kincsé változtatta a bűn városát. Egy média mágnás pedig vagyontérő palotát építtetett. A világ 10 legmesésebb kincsét felsoroló listánk felénél tartunk. Ez a hely a kalózok paradicsoma volt, amíg el nem nyelte a tenger. Sok prédikátor jövendőlte meg, hogy szörnyű vég vár rá. Port Royal az elsüllyedt város. Jamaica szigete igazi édenkert, a környező tenger pedig élelmet, szórakozást és csodás látnivalókat nyújt az ideérkezőknek. Ám a nagylelkű vendéglátó néha úgy dönt, hogy ideje visszavenni belőlük. 300 éve ez a sziget déli csücskénél lévő tenger alatti temető a világ legelevenebb és legbűnösebb városa volt. Port Royalban 6000-en éltek. Valamennyien kalózok voltak, illetve olyan személyek, akik enyhén szólva is csúf módon keresték a kenyerüket, például a prostituáltak. A kalózok a karibi vizeken portyáztak, és az Európába tartó új világi kincsekkel megrakott hajókat fosztogatták. Miután heteken át gyűjtötték az ezüstöt, aranyat és drága köveket, visszatértek a velejéig romlott Port Royalba. Port Royalról világszerte az a hír járta, hogy Szodománál és Gomorránál is szörnyűbb hely. És amikor teljesen elpusztult egy természeti katasztrófában, mindenki az isteni igazságszolgáltatást vélte felfedezni benne. Akár isteni átok volt az oka, akár a természeti erők haragja, tény, hogy 1692. június 7-én a ma már csak a bűnvárosaként ismert karibi települést szörnyű földrengés semmisítette meg.
A rengést három szökőár hullám követte, és a visszahúzódó ár mindent magával sodort a tengerbe. Port Royal 6500 lakójából 3500-an vesztek oda. Miután a bűn városa eltűnt a hullámsírban, maradványai csaknem 300 éven át érintetlenül hevertek a tengerfenekén. Az 1960-as években Robert Marks kincsvadász elkezdte felkutatni az elveszett várost. Port Royalt nem csak második Szodoma és Gomorraként, hanem a világ leggazdagabb kincstáraként is ismerték. Marks egyességet kötött a jamaikai kormánnyal. Azzal a feltétellel láthatott neki a kutatásnak, hogy az összes fellelt kincset átadja. Négy teljes éven át minden nap dolgoztunk. Az ásatásokon ez természetes dolog, de bennünket az idő is szorított, mivel az öbölben kotrást akartak végezni, hogy a kiránduló hajók könnyen befuthassanak. A csapatnak a fáradtság és az öbölbe ömlő csatornák szennyvize is sok gondot okozott. Sok millió dollárnyi kincset találtunk, régészeti és történelmi kincseket épp úgy, mint aranyat, ezüstöt és ékszereket. Négy év után aztán Marks engedélye lejárt, és el kellett hagyni a Jamaikát. Az elfeledett város nyugalmát újabb két évtizeden át senki sem zavarta meg. 1984-ben azonban a Texasi Egyetem régész hallgatóinak egy csoportja úgy döntött, megpróbálja összeszedni a tengerfenekéről azt, amit Marks ott felejtett. A jamaikai miniszterelnöktől hivatalos felkérést kaptunk, hogy kezdjük meg az elsüllyedt város feltárását. Úgy gondoltuk, hogy egy próbálkozást megér. A diákok és fiatal régészek csaknem egy évtizeden át minden nap lemerültek a Kingston-öböl vizébe. Rájöttek, hogy Marks annak idején csupán a felszínt vizsgálta meg. Sok százezer tárgyat hoztak fel, de ki tudja, mennyi pihen még az iszapban. A többségük még mindig odalenn van, és várja, hogy felfedezzék. Ez a világ egyik utolsó nagy kincse, ez biztos. Port Royal, mint egy múltra nyíló ablak és egy talán városnagyságú kincses láda, joggal érdemli meg az ötödik helyezést listánkon. A negyedik egy férfi, aki a címlapokra került, amikor királyhoz méltó palotát építtetett magának. Amerika egyik legnagyszerűbb kincsét építtette fel. A Hearst kastély. Képzeljük csak el a viharos 1920-as éveket, amikor hódított a Charleston, mindenki a Big Bandekért rajongott, őrült partikat szerveztek és Hollywood a fénykorát élte. Bárhová mentek is a filmcsillagok, a kamerák mindenhová követték őket. Még a legexkluzívabb partikra is, a Hearst kastélyba. Gyakran kérdezgetik, van-e listánk az itt megfordult sztárokról. Azt szoktam mondani, hogy ne, de nem itt, hanem a Hollywood bulváron. És a nevük? Csak olvassák el a járdán a csillagok alatt. Dan Eller túravezető Hearst legnagyobb rajongója. William Randolph Hearst újságkiadó volt, sőt, igazi médiamágnás, hiszen a 30-as években napi 50 ezer dollárt keresett. Hearst ebből a pénzből már képes volt igazán kedvére való otthont építetni magának. Nagyjából 10 millió dollárt költött erre a házra. Az 1930-as években ennyi pénz óriási vagyonnak számított. Ez a valaha épült legdrágább magánlakás. A Szent Simeonban lévő ranch területe 100 ezer hektár és átlagosan 500 méterrel a tenger szintje fölött fekszik. Itt a hegytetőn állva azt hiszem önök is egyetértenek velem, hogy Hearst megtalálta a világ legszebb építési telkét. De álljunk meg egy pillanatra, hiszen a látvány csak odaben válik igazán hihetetlenné. A kastély zsúfolásig tele van a Hearst élete során összegyűjtött ritka műkincsekkel és tárgyakkal. 165 szoba annyi kincsel, amitől még egy fáraó is belesárgulna az irigységbe. A rengeteg antik holmi és műalkotás után talán nehéz elhinni, hogy a gyűjtemény egyik legkülönösebb és legdrágább darabja, ez a 14. századi Madonna a gyermekkel. Az aprócska olasz festményt ma körülbelül 10 millió dollárért lehetne megvenni. De még ez is szinte semmiség a 15 millió dolláros úszómedencéhez képest. Az építészt itt valóban elragadta a képzelete, és mit gondolnak, ki fog mesélni róla?
Itt állunk a római fürdőben, a Hearst kastély legdrágább helyiségében. A több mint 1 millió üveg és aranycsempét az olaszországi Muránóból szállították ide. És ehhez mit szólnak? Hearst itt Szent Szimeonban hozta létre a világ legnagyobb magánállatkertjét. A hegycsúcs körül 800 hektárnyi területet kerítettek be, és a világ minden tájáról hoztak ide állatokat. Dan számára azonban a Hearst kastély nem csupán a múlt meséje. Szerinte olyan amerikai kincsről van szó, amely mindenkit gazdagabbá tesz, aki csak látja. Ritka lehetőség átérezni azt a pompát és fényűzést, amit Hearst élvezett. Remélem, hogy a munkámmal segíthetek közelebb hozni ezeket az érzéseket a nagy közönséghez. A Hearst kastély igazi kincs, így méltán érdemli meg a 4. helyet listánkon. A 10 legmesésebb kincs felsorolásában most megismerkedünk a világ leghíresebb családi ékszereivel. Csodálatos dolog ilyen kincsekre felügyelni. Majd pedig tanúi leszünk egy 3000 éves sír feltárásának. Ez volt a legnagyobb lelet a régészet történetében. Végül pedig megtudjuk, hogy milyen kincs került az első helyre. Fokozatosan haladunk előre a világ 10 legmesésebb kincsének listáján. A 3. helyen olyan különleges ékszerek állnak, amelyeket csakis egy királyi család rendelhetett meg. Az, hogy egykor nagy királyok és királynők viselték őket, különösen fontos nemzeti kincsekké teszi a darabokat. A brit korona ékszerek. Pompa és hagyomány. A brit uralkodó koronázása az egyik legrégebbi máig fennálló szertartás. És különleges szerepet játszanak benne a brit korona ékszerek. Ezek a díszek képezik az angol gazdagság és hatalom halhatatlan alapjait. Keith Hanson főkurátor, a koronaékszerek őre és minden királyi dolgok szakértője. A koronázási szertartásnak számos eleme van. Fényűző külsőségek között rendezik meg a Westminster apátságban. A legutóbbi koronázást televízión közvetítették a nemzet számára. A koronaékszerek hagyományának több mint 1000 éves múltja van, mely a brit monarchia kezdetéig nyúlik vissza. Az eredeti fenséges ékek nagy része sajnos nem élte túl a protestáns reformációt követő polgárháborút. Oliver Cromwell 1648-ban elpusztította a korona ékszerek és a királyi jelvények javarészét. 1660 után új készletet készítettek. Hogy semmi baj se érhesse őket, az elmúlt 400 évben a korona ékszereket a londoni Towerben őrizték. 1994-ben azonban II. Erzsébet királynő új kiállítást nyitott meg. Így sokkal több ember számára váltak hozzáférhetővé. David Thomas a korona ékszerek hivatalos ékszerésze. Szerintem minden másnál nagyszerűbbek. A keresztes sugarba építették be az eredeti Afrika csillagát, a világ legnagyobb 530 karátos csiszolt gyémántját. Ezt a drága köves kardot 1820-ban készítették. 2444 ékkő díszíti. De ha a korona ékszerek legragyogóbbikáról kérdeznek, az csak is a birodalmi korona lehet. A gazdagon díszített fejre való elkészítéséhez több mint 3000 darab gyöngyöt és gyémántot használtak, az alsó részén pedig zafírok, smaragdok és rubinok csillognak. A birodalmi korona eredetileg Viktória királynő koronázására készült, de 1953-ban II. Erzsébet koronázása előtt átalakították. A hivatalos ékszerész másik feladata az esetleges jövőbeni királyi kincsek elkészítésének felügyelete. E munkákra itt a londoni Esprit Garrard ékszerüzletben kerül sor. Az Esprit Garrard fennállása óta mindig is a királyi család szállítója volt. Nagy öröm és megtiszteltetés a számomra, hogy az angol királynővel is találkozhattam. Fenséges szépségük és a hozzájuk fűződő hagyomány miatt a brit korona ékszerek foglalják el a lista 3. helyét. Elérkeztünk a 2. helyezethez.
Egy régész számára álmai beteljesülését jelentette, amikor rábukkant egy fáraó sírjára, és az ott elrejtett elképesztő mennyiségű kincsre. Dr. Howard Carter szó szerint 3500 évet lépett vissza az időben. Tutanhamon sírja. Egy letűnt civilizáció visszhangjai. Hatalmas uralkodók, égben nyúló piramisok és kísérteties sírok. Ez maradt az ókori Egyiptomból. Itt a homokkősziklák mélyén több mint 3000 éven át érintetlenül pihent egy legendás sír. Dr. Stuart Smith e titkok megfejtésére szánta az életét. Az egyiptomi királysírok túlnyomó többségét már rég kifosztották. Ez a legtöbb esetben még az ókorban történt, és a rablók alapos munkát végeztek. A piramisokat is kirabolták, egy részükben szinte semmit sem hagytak. Ám Tutanhamon sírja a lezárása után 3500 évig érintetlen maradt. Tutanhamon fáraó csak igen rövid ideig uralkodott. A történészek szerint 16 és 19 éves kora között halhatott meg. Talán baleset történt, vagy betegség vitte el. Persze azt sem zárható ki, hogy valaki úgy döntött, idő előtt véget vett uralmának. Akárhogy is volt, váratlan halála miatt alattvalóinak nem volt idejük a fáraókat megillető nagy és díszes sír megépítésére. Mivel kicsi sír volt, és a völgyben eléggé rejtett helyen alakították ki, részben e tényezők miatt maradhatott fenn ennyi ideig. Senki sem gyanította, hogy létezik. Legalábbis 1917-ig, amikor Howard Carter, az ismert brit régész, elhatározta, hogy mindenáron megtalálja az elfeledett fáraó sírját. De amikor nagyszabású expedíciót vezetett a királyok völgyébe, mindenki bolondnak tartotta, hiszen a királyok völgyét már nagyon sokszor átkutatták. Carter azonban biztos volt benne, hogy ha igazán alapos munkát végez, és módszeresen lát hozzá a kereséshez, nagy felfedezést tehet. Milyen igaza volt? 1922. november 5-ének délelőttjén, miután 5 éven át dolgozott a perzselően forró egyiptomi sivatagban, Carter kutatócsoportja rátalált a fiatal fáraó temetkezési helyére. Leásott egészen a sírkamra ajtajáig, és azon gondolkozott, hogy vajon mit fog látni odabenn. Épp kincsek garmadája vár rá, vagy össze-vissza tört holmik maradványai. Aggodalmai azonnal szerte foszlottak, amikor először benézett a sírkamrába, és megpillantotta az arany csillogását. Amint észrevette ezeket a csodálatos tárgyakat, rögtön tudta, hogy az egyiptomi régészet legnagyobb lelete előtt áll. A sírkamrákból olyan kincsgyűjtemény került elő, amelyhez foghatót még nem látott a világ. Több száz, vagy talán több ezer tárgyat hoztak ki. Hosszadalmas munka volt, mert mindennek pontosan feljegyezte a helyét, és nagyon óvatosan vitték ki a kincseket, hiszen 3500 évesek voltak. E régészeti csodák javarészét Egyiptomban, a Kairói Múzeumban állították ki, ahol az egész világ megcsodálhatta lenyűgöző szépségüket. Egyes darabok minden idők legkülönlegesebb és legszebb alkotásai közé tartoznak. A sírban talált egyik leglátványosabb darab a múmia maszk, amely Tutanhamon arcát takarta. Aranyból készült féldrága kőberakással. Ha a lelet legértékesebb darabjáról kérdeznek, nos, az a tömör aranyból készített szarkofág. A legbelső koporsót, amely a fáraó mumifikált maradványait tartalmazta, mintegy 130 kg aranyból készítették el, és drága kövek százaival díszítették. A Tutanhamon fáraó sírjában talált kincs értéke felbecsülhetetlen, mivel eddig semmi hasonlót nem találtunk. Ha lemérnénk az aranyat, az is sok millió dollárt érne, de mi ez ahhoz a művészi teljesítményhez képest, amelyről ezek a tárgyak tanúskodnak? Az elfeledett fáraó titkos maradványai és az idő homokja által megőrzött óriási gazdagság révén Tutanhamon mindenképpen megérdemli listánk második helyét. Végül pedig következzék első helyezettünk egyenesen a tenger mélyéről. A legmerészebb álmainkat is felülmúlta.
Folytatjuk visszaszámlálásunkat a világ 10 legmesésebb kincsének listáján, és elérkeztünk az első helyezethez. Egy család 30 éven át kutatott egy elsüllyedt spanyol hajó, és a benne lévő kincs után. Egyszerűen hihetetlen volt. A La Nuestra Señora de Atocha. Vannak, akik a tengert csupán titkok és kincsek rejtek helyének tekintik, és egész életüket ezek felkutatására fordítják. Úgy tűnik, Keyesben már mindenki dolgozott Mel Fishernek. Ez hosszú történet. Mel Fisher élete java részét az elsüllyedt kincsek utáni kutatással töltötte. Apámnak búvárboltja volt Dél-Kaliforniában. Az volt az Egyesült Államokban az első ilyen üzlet. Sok embert vitt búvártúrákra. Aztán Floridába költözött, ahol főállású kincsvadász lett. Mel és felesége Dio még nem sejtette, hogy víz alatti hobbiából egész életen áttartó expedíció lesz. Azt hiszem, valahogy úgy képzeltem, hogy ha az ember kincsvadász, akkor kincset keres, és ha megtalálta, akkor valami mással kezd foglalkozni. De mint kiderült, mindig van újabb feltárandó kincs. Hogy gyermekkori álmait megvalósíthassa, Mel és Dio Fisher családi roncsmentő vállalkozást alapított. Rengeteg itt a hajóroncs. Apám azt mondta, hogy Havannától Észak-Karolináig fél kilométerenként van belőlük egy-egy. De persze nincs mind tele ezüsttel és arannyal. 1971-ben aztán elkezdtek kutatni a La Nuestra Señora de Atocha nevű spanyol hajó után. Azt hiszem, apám először a kincskereső búvárok kézikönyvében olvasott az Atocsáról. Ez a hajó nagyon felkeltette az érdeklődését, mivel 40 tonna arannyal és ezüsttel, valamint egyéb kincsekkel süllyedt el, és a spanyolok soha nem próbálták kiemelni. A legendás Atocsá egy nagyobb spanyol flotta tagja volt, amely 1622-ben az új világból tartott hazafelé, rakterében az amerikai kontinensről rabolt kincsekkel. A kincseket Dél-Amerikából Kubába, Havannába vitték, majd onnan vitorláztak velük haza. Ez a hajó azonban Havannát elhagyva hurrikánba került, és a mai Key West közelében elsüllyedt. A Fisher család tagjai egész életüket a kutatásra szánták. A hónapokból azonban évek lettek, és még mindig nem akadtak rá a hajóra. Egyre jobban elkeseredtem. Már olyan régen, olyan sokáig kutattunk, de nem találtuk a hajót. Azon gondolkoztam, hogy rábukkanunk-e valaha. De a Fisher család nem adta fel. Már 16 évet és több millió dollárt fordítottak a munkára, amikor a búvárcsoport egy halomnyi, víz alatti élőlényekkel vastagon bevont tárgyra lett figyelmes. Nagyon sokáig kerestük. Én az életem java részében ezután a hajó után kutattam, és egyszer csak ott volt. Egymás hegyén hátán hevertek az ezüstrudak, ameddig csak a szemmel látott. Az ezüst tetején pénzérmékkel teli ládák sorakoztak, és néhol aranyrúdhalmok vagy smaragdok csillogtak. 1985. július 20-án végre kifizetődött Mel Fisher csapatának munkája. A lelet olyan hatalmas volt, hogy csaknem két évig tartott a 400 millió dollárnyi kincs összegyűjtése. Olyan volt, mintha hatalmas súlyt emeltek volna le a vállunkról. Attól kezdve egészen másként éreztem magam. De ezek a tárgyak még csak félúton tartanak a kincséválás felé. Az olyan tárgyak, mint az Atocsáról származó leletek, jelentős fizikai és kémiai változásokon mennek át. Ez persze még nem jelenti azt, hogy kellően óvatos munkával ne lehetne restaurálni őket. Mel Fisher 1998-ban meghalt, de büszke lenne, ha látná a kincsekkel teli múzeumot. Ezek a tárgyak immár ugyanúgy ragyognak, mint egykor. Lenyűgöző volt. Mesés. Nem számítottunk rá, hogy ennyi értéket találunk.
Azért, mert egész életükön át kitartottak egy 40 évig űzött szenvedély mellett, és mert felszínre hozták ezt az elsüllyedt csodát, Mel Fisher családja és az Atocsa köt ki a világ 10 legmesésebb kincsét felsoroló listánk élén. Van, aki a magasban repül, és van, aki mélyre ás. Egyesek ezüst és aranykincsekre bukkannak, mások egész életükben egy álmot kergetnek. A kincs valóban ritka árucikk, sőt, néha veszélyes is. De ha valaki egy kicsit mélyebbre merül, vagy eltávolodik a kitaposott ösvénytől, az talán, ismétlem talán, rábukkan majd a világ következő mesés kincsére. Ott, ahol a legkevésbé számítana rá. Közreműködött Széles Tamás, Kassai Károly, Perlaki István, Halász Aranka, Barbinek Péter, Tarján Péter. Magyar szöveg Sós Kuti György, szakértő Kovács S. Tibor, szerkesztő Tőke Andrea, hangmérnök Pető Gábor, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette. Produkciós vezető Végödön.